Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Súlyog Tamás a rendőrség állományában három évtizeden keresztül végzett példaadó szolgálati tevékenységéért, a Magyar Aranyérdem Kereszt katonai tagozata kitüntetést adományozta Bede Sándor ezredesnek. Az elismerés Gyula rendőrkapitánya augusztus 15-én a belügyminisztériumban tartott központi ünnepségen vette át Pintér Sándortól. Az ezredes 1994-ben határőrőrmesterként kezdte hivatásos pályafutását, tehát már 30 éve áll a hazaszolgálatában. Több mint három évig volt a mezőkovácsházi rendőrkapitányság vezetője, és majdnem tíz évig 2014 novemberétől a tavalyi év végéig Békés Csaba rendőrkapitányaként szolgált. Jelenleg a Gyulai rendőrkapitányságot vezeti, ahol előző szolgálati helyeihez hasonlóan felelősségteljesen precízen látja el feladatát és igyekszik kiegyensúlyozott, jó munkahelyi légkör teremteni, fenntartani a kollégái számára